Az első évezred utolsó éjszakája. Testvéreim, ez az éjszakák éjszakája, a Föld utolsó éjszakája. Ezután, az éjszaka után már nem virrad új nap. Az időnk beteljesedett, a Föld elpusztul, és vele együtt mi is. Gondoljatok a bűneitekre, és boruljatok le az Úr előtt. Várjátok a véget alázattal és csendben. De hisz ez a nap? Vízió. Hildegard von Bingen életéről. Magyar hangok. Freud Edith. Tahitót László. Csuha Bori. További magyar hangok. Blaskó Péter. Kis Eszter. Erdős Borcsa. Ober Frank Pál. Az új évezred első századának végén világra jön egy kislány, Hildegard. Megérti majd a növények, az állatok és a kövek szavát, és felismeri szívében a jeleket, amelyek oly kevesek számára mutatkoznak meg. Írta és rendezte Margarete von Trotta. Krisztus vigyázni fog rád. Most már az ő kis mennyasszonya vagy. Maradj még, anyám!
Ez azoknak a családoknak a címere, akik nagylelkűen adakoztak. Ezt te is ismered, a Sponheim grófok címere. Ők a legnagyobb jótevőink, sok földet adományoztak nekünk. Isten kegyelméből a Mikolostorunkba lépett be a mostani gróf leánya. Jutta von Sponheim. Ő tanítja meg neked, hogyan élj alázatban és tisztaságban. Látod, ez a büntetése egy gazdag embernek, aki semmiről nem akart lemondani. Mostantól én leszek az anyád. Megbízhatsz bennem. Miért nem néznek vissza rám? A regula miatt. Mi az a regula? A benzések szabályzata. Hamarosan megismered. És akkor sem nézhetek rád? Rám nézhetsz. Csak férfira nem. Ő Jutta. A kicsi Jutta a névrokonom. Csókoljátok meg egymást. Itt fogunk lakni mi hárman. Amíg le nem teszitek a fogadalmat. Mikor lesz az? 8 év múlva. Otthon is mindig ilyet kellett bevennem. Betegeskedtél? Igen, sokszor. Egyszer egy egész évig nem kelhettem föl. Ezért hoztak a szüleid a kolostorba? Nem, ajándékul szántak a mi urunknak. Isten nagyon örül ennek az ajándéknak. És én is. Igaz. Kérem a táblát. A vesszőt is. Most mondjátok utánom. Az irigység csúf és gonosz dolog. Az irigység csúf és gonosz dolog. Rút kezével minden széttép. Ormótlan lábával minden széttapos, amit csak ér. Rút kezével minden széttép. Ormótlan lábával minden széttapos, amit csak ér. Minden emberre csak bajt hoz. Minden emberre csak bajt hoz. A szeretet viszont a legnagyobb Isten adta erő. A szeretet viszont a legnagyobb Isten adta erő. A sírásotokkal meggátoljátok, hogy útnak induljak a Teremtőhöz. Menjetek most!
Hildegard. Ülj le ide. Add a kezed. Mindig próbáltam jó anya lenni. Ha néha hibáztam, bocsáss meg. És most csókolj meg búcsúzóul. Amióta Jutta von Sponheim megtért az úrhoz, nincs, aki a nővéreknek gondját viselje, lelkét és szellemét példájával irányítsa. Ezen változtatnunk kell. Választanunk kell egy új apátnőt. Én rád gondoltam, Hildegard nővér. Ó, ne! Kérem, ne, főtisztelendő atya. Eltávozott apátnőnk is ezt óhajtaná. A bizalmasa voltál. Minden emberi és lelki tudományát átadta neked. Nem vagyok méltó. Én döntöm el, hogy méltó vagy-e egy ilyen feladatra. Nem, főtisztelendő atya. Ezt a nővéreknek kell eldöntenie. A regulában az áll, hogy a nővérek maguk választják meg a vezetőjüket. Ez az apáca kolostorokra érvényes. Itt szerzetesek is élnek, itt én hozom meg a döntést. Csak azt fogadhatom el, ha a nővéreim választanak meg. És kérlek, arra is gondolj, hogy én sokat betegeskedem. Csak egy gyenge nő vagyok. Te magad is láttad, milyen gyakran nem tudtam betartani a regulát, mert beteg voltam, vagy legyengült. A legnagyobb szentjeinket is gyakran sújtott a betegség. A lélek irányít, nem a test. Tudod, hogy kötelességed engedelmeskedni az apátnak. Isten adta a jogot, hogy önmagunkkal rendelkezzünk. Barbara nővér? Adelgard nővér? Ursula nővér? És végül te.
Örvendjünk! Hildegard nővér az új apátnő. Igen! Örvendjünk! Köszönjük, uram! Remélem, segítesz nekem a nővérek irányításában, mint anyánknak. Te voltál a kedvence. Csak akkor csillogott a szeme, ha te énekeltél. Csak veled beszélt a zene gyógyító erejéről. Az irigység csúf és gonosz dolog. Minden emberre csak bajt hoz. Emlékszel, Jutta? Igen. A szeretet a legnagyobb Isten adta erő. De anyánk csak téged szeretett. Főtisztelendő anya. Az uppsalai Szivárd püspök érkezett látogatóba, és hozta az úti könyvtárát. Megkértem, hadd adjak neked kölcsön néhány könyvet. Választhatsz 4 könyv az orvoslásról, 1 a drágakövekről, és 2 ókori mű. A püspök azt üzeni, hogy ő legjobban a Dioscuridészt kedveli, és a... fiziológust. Ez egy gyűjtemény, fabulák és megfigyelések a természet világából. Alexandria, 2. évszázad. Egyébként nem csak ez van benne, hanem egy kis Arisztotelész is. Plutarchosz meg Plinius. Ez itt egy egyszarvú? Igen. Egy vadás sem volt képes elejteni vagy elfogni, de egy szűzleánynak karjaiba futott. Ez áll a szövegben. Korbácsoltad magad? Szenvedni akartam, ahogy Jézus szenvedett értünk. A testtel együtt elpusztított lakóját és a lelket. Isten irgalmat kíván. Nem áldozatot. Melyik növény gyógyítja a sebgyógyulást? A hásfa virág. Nem, az köhögés ellen jó. Fecskefű? Az szemölcsre való. Emete? Hasmenésnél segít, és a kígyómarás ellen mérge. Az ima és a bőtölés önmagában nem gyógyítja meg a betegeinket. A cicka fark. A verés okozta sebeket először alaposan kimossuk borral. Aztán egy tiszta gyolcsot helyezünk rájuk, erre kerül majd a cicka fark. A növényt előbb leforrázzuk és kinyomkodjuk. Így csökkenti a gyulladást. A zene is gyógyítja a sebeket. És a lelkedet is. Sieglinde nővér. Az ember a földből vétetett, és a föld segít is rajta. Ismételd meg naponta 3-szor. Elhagyj engem! Te vagy a sátán maga! Oh, in fui.
Hisoplasz. Szorítsd a torkodhoz, míg megmelegszik. Utána már nem fogsz haragot érezni. Mindenki mutasson egy gyógynövényt, amit már ismer. Milyen csodálatos. Fecskefű. És? Ez jó szemölcs ellen. Beáta nővér? Varádics, reuma és köszvény ellen. Citvar, bolha ellen. Jól van. Mária tövis. És? Klára nővér? Cicka fark, sebekre. Jól van. A növények és az ásványok viszont csak akkor tudnak gyógyítani, ha az ember egy a természettel és Istennel. Először a lélek legyen egészséges, azután következhet a test. Istenem, segíts rajtam! Uram, ne késlekedj! Folmár testvér, azért kérettelek ide, mert valamit be kell vallanom. Eddig senkinek nem beszéltem róla. Kisgyermekkorom óta látomásaim vannak. Már 3 évesen láttam egy hatalmas fényt, hogy beleremegett a lelkem. Láttam dolgokat, amiket mások nem láttak. Más voltam, mint a többiek. Nagyon szégyeltem. Pedig nem követtél el bűnt. Az én bűnöm nem abban áll, hogy valami helytelen tettem volna, hanem abban, hogy vonakodtam elvégezni a feladatot, amit rám róttak. Néhány hónapja a kék égből villámló tüzes fény hullott rám. Átszáguldott az agyamon, a mellkasomon és a szívemen, mint egy láng, de nem égetett, hanem napfényként melegített. És egy hang azt mondta, én az élő fény vagyok, amely mindent megvilágít. Te, ó ember, fedd fel, ami rejtve van. Ezt kapott feladatodul. Írd le, amit látsz és hallasz. És a hangot nem álmodban hallottad? Nem, ébren. Mitől féltél eddig? Az emberek kétkedésétől. Nem inkább attól, hogy a látomásaidat nem az Isten küldte, hanem az ördög? Nem. Ilyen csodálatos fény. Ilyen dicső szépség. Csak az Úrtól származhat. És a hang magyarázatot adott rá, hogy miért történt? Buzdítanom kell az embereket. Segítenem kell, hogy visszataláljanak az Úrhoz.
akkor követned kell a hangot. Egy látnok van közöttünk, egy látnok, aki üzeneteket kap az úrtól. És ki volna az? Az apátnő. Hildegard? Igen, atyám. Szeretném az engedélyedet kérni, hogy a látomásait lejegyezhessük. És ha az ördög művei, testvér? Biztos vagyok benne, hogy nem. Megmutathatom az egyik látomását. Már le is jegyeztem, mielőtt megkérdezett volna engem. Én bátorítottam. Ezért büntetést érdemelsz. Elfogadom a büntetést. Megint hallottam az égi hangot. Azt mondta, Isten mindezt megteremtette az akaratával, azért, hogy a nevét megismerjék és tiszteljék. De Isten nem csak a láthatót és a mulandót tette, ismerti a teremtés által, hanem a láthatatlant és az örököt is. Ugyancsak különös volna, ha a látomásokról bebizonyosodna, hogy valóban az Úr munkálkodása rejtőzik mögöttük. Pedig így lehet. Nagy megbecsülést hozna számunkra, és a kolostorunk nevét mindenütt emlegetnék. Igen. Zarándokok érkeznének. Eljönnének az ország nagyjai, és jótevőink újabb adományokkal mutatnák ki érdeklődésüket. Még ma elutazom az érsekünkhöz Mainzba, és tanácsot kérek az ügyben tőle és a káptalantól. E testvérek messziről érkeztek, hogy próbára tegyenek. Adj számot nekik, ugyanúgy, ahogy nekem számot adtál. Hildegard apátnő. Azt állítottad, hogy üzeneteket kaptál az úrtól. Csak mint szolgáló leánya. Az üzenetek az eleven fénytől származnak. Hogy néz ki ez a fény? Világosan ragyogó tűz. Végtelen. Kioldhatatlan. Élettel teli. Álmodsz? Vagy ébren vagy? A látomásaim nem álomszerűen jönnek elő. Nem alváskor, nem zavarodott elmeállapotban. Nem a testi szemem látja őket, nem a testi fülem hallja őket, és mindez nem félreeső helyeken történik. Akkor jönnek elő, amikor ébren vagyok, világos az elmém, és a belső szememmel és fülemmel érzékelem őket. Hogy ez hogyan történik, azt nehéz megértenie minden gyarló embernek. Azt mondod, mi nem érthetjük meg, te azonban nagyon jól érted. Számomra is nehezen érthető, hogy az Úr nekem, a gyenge nőnek kívánja kinyilvánítani az akaratát. Mit kíván tőled az Úr? Hogy mondjam el, amit látok és hallok. E csodálatos szavak után biztosan nem kételkedtek apátnőnk szava hihetőségében. A Szentírás prófétája óta nem állított ilyesmit magáról senki.
Titkokat tudott meg Istentől, ezt még a régi látnokok sem merték kijelenteni. Ebben az ügyben csak a Szent Atya dönthet. Az egyház valószínűleg kitaszítja, mint eretneket. Csak a Szent Atya titkokat eretnek. Akkor titokban elhagytam a barlangot, ahol rejtőztem, és a magasba akartam kapaszkodni, ahol ellenségeim nem találhattak rám. De akkor egy viharos tengert vetettek elém, amelyet nem tudtam átlépni. Meghallottam anyám hangját. Siess, leányom! A mindenható szárnyakat adott neked, hogy repülni tudj. Repülj át minden szembeszegülő fölött. Írni fogok Lervói Bernátnak. Nagyon nagy a hatalma. Talán még a pápájénál is nagyobb. Ha ő elítél, akkor elvesztél. Tönkretett téged, ahogy Abelard testvérünket is tönkretette. Tudom. De meg kell próbálnom. Épp most hirdetett új keresztes háborút. Túl elfoglalt lesz ahhoz, hogy válaszoljon egy ismeretlen nővérnek. Már nem hiszel bennem, Folmár testvér? Mindenki tudja, hogy nem szereti a nőket. De szereti a szűzanyát. A legnagyobb alázattal fogok hozzáfordulni. Tiszteletre méltó Bernát atya, a jó indulatodba ajánlom magam. Világosíts meg válaszoddal. Akarod-e, hogy amit láttam és hallottam, azt a világ elé tárjam? Vagy inkább úgy gondolod, hogy hallgassak róla? Ami szeretet atyánkra kérlek, tudasd ezt velem, hogy bizonyosságot nyerjek. Istennél minden lehetséges. A Szent Atya felfigyelt rád, testvérem. A tríri zsinaton, tudod, hogy most tartották? Igen, Kúnó atya. Akkor azt is tudod, hogy a legnagyobb egyházi méltóságok voltak ott. Többek között a ciszterciták főapátja, Clairvaux-i Bernát. Beszélt a Szent Atyának a látomásaidról, és ostromolta, hogy ne engedje kialudni ezt a ragyogó fényt azzal, hogy hallgatást parancsol neked. A Szent Atya ezt az üdvözletet küldte a kegyes szűznek. Engedélyezi benne Krisztus és Szent Péter nevében, hogy a világ elé tárj mindent, amit a Szentlélek a tudtodra ad. És akkor odafent az égi titkok magasában két fénylő ragyogó sereget látok, égi szellemek seregeit. Az első seregben állók szárnyakat viseltek, és arcuk, mint a tiszta víz. A második seregben állók is szárnyat viseltek, és emberi arcot, amelyben úgy fénylett fel az emberfia képe, mint egy tükörben. Apát úr!
Köszöntelek. Von Stade őrgrófnő a megboldogult Jutta von Sponheim rokona, és a leánya Ricardis. A leányom hallotta híredet, amely túlszárnyalja boldogult rokonunk Jutta von Sponheim hírnevét is. Azóta nem hagy békén. Be akar vonulni a kolostorodba, és a tanítványoddá lenni. Hány éves vagy? 16. Túl fiatal. Te fiatalabban léptél be. De nem teljesen önként. A nagynéném Jutta is ennyi idősen jött ide. És gondolod, hogy megbirkózol egy kolostor mindennapjaival? Igen. Ne hidd, hogy könnyű. Nem mindenki tűri a hallgatást. És a csendet. Emiatt nem kell aggódnod. Mindenben követem óhajodat. Ne az enyémet. Isten óhaját, gyermekem. Ricardis az élénksége ellenére engedelmes leány. És korához képest igen művelt. Családunk fontosnak tartotta, hogy korán megtanuljon írni és olvasni. Felolvasnál nekünk? Benedic anima mea domine, domine deus meus, magnificatus es vehementer, confessionem et decorem induisti. Nagyon szép hangod van. Akkor maradhatok? Az apátnőnk nagy örömmel fogad be téged. Alaposan megfontoltad, hogy ránk bízod a gyermekedet? Igen, beleegyezett. Nem téged kérdeztelek. Bocsáss meg, kérlek. Te biztosan megtanítod Ricardist az alázatra. Ó, igen. Meg is beszélhetjük a felvétel módját. Legyen. Megpróbáljuk, gyermekem. Szent Benedek regulájáról szeretnék elbeszélgetni veled. Már megtanultam. De eddig nem nagyon tartottad hozzá magad. Hiszen csak útmutatás, nem parancs. És ezért azt hiszed, a saját belátásod szerint cselekedhetsz? Nem, szeretnék úgy viselkedni, ahogy elvárod. Ricardis. Mi itt közösségben élünk. Együtt eszünk, együtt dolgozunk, együtt imádkozunk, és együtt hallgatunk. Mindannyian tiszteljük egymást. És segítünk egymásnak. Nekem elég lenne, ha csak te lennél itt. Csak miattad léptem be.
Te olyan jó vagy, és annyi mindent tudsz. Szeretnék mindent megtanulni tőled. Nem kötelező itt maradni. Bárki bármikor elmehet. Te is, Rihardis. Ha a hited nem elég erős. Amíg élsz, a közeledben szeretnék lenni. Fulmár testvér. Bemutatom Rihardis von Stadét. Igen, eleveneszű leány. Segíthet a szövegek lemásolásában. Igen, szépen tudok írni. Legalábbis anyám szerint. Segítenünk kell, hogy megtanult komolyan venni a regulánkat. Komolyan veszem. Az egyetlen, ami nehezemre esik, az a hallgatás. Olyan sok gondolatom van, amit megosztanék másokkal. Kezdetben mind így vagyunk vele. Éjszaka néha szellemek jönnek. Próbáld meg imádsággal elűzni őket. Már próbáltam. Légy egy kicsit türelmesebb, gyermekem. Maradj most itt a kertben. Élvezd a nyugalmat. Hallgasd a madarakat. Jól beszél és ír latinul. Tényleg segítségünkre lehet ez a kis démon. Itt az áll, ezért én vagyok az eleven forrás is, mert minden teremtett dolog árnyékként bennem volt. A tisztelendő anya azt írta, verat umbrae me fuerunt, pedig helyesen fújít, kijavíthatom? Igen. Javasolni fogom az apátnőnek, hogy legyél te is ott, amikor dolgozunk. Köszönöm. Igen. Rihardis, itt jelenlévő nővéreink és testvéreink előtt kérdezem tőled, fogadod-e, hogy hű leszel kolostorunkhoz és közösségünkhöz a jó és a rossz napokban? Fogadom. Fogadod-e, hogy az evangéliumok tanítása szerint őszintén keresed az Istent, fáradozol a mindennapi megtérésen és igyekszel Szent Benedek regulája szerint élni? Igen, fogadom. Fogadod-e, hogy semmit nem helyezel Jézus elébe, és neki szenteled magad? Igen, fogadom. Isten munkálkodása megkezdődött benned. Teljesedjen is be. Amen. Viseld ezt a fátylat annak jeléül, hogy már nem a magadé vagy, hanem Krisztusé, és vele együtt Istenben élsz. Amen. Isten arra hívta meg ezt a nővérünket, hogy szerzetesi élettel kövesse Krisztust. Imádkozzunk a mindenható atyához, hogy árassza kegyelmét nővérünkre, és segítsen neki megvalósítani, amit ma megfogadott. Amen. Főtisztelendő anya. A fivérem Hartwig. Köszönöm szeretetteljes türelmedet, amit a húgom irányában mutattál.
Gyermekként ima helyett inkább fára mászott. Úgy gondolom, a fa tetején is lehet imádkozni. Egyes szentek oszlop tetején is tudtak. Ahogy a föld hasznosat és haszontalant is terem, úgy viszi a lába az embert hasznos és haszontalan cselekedetekre. Ha az ember helyesen cselekszik, az elemek is helyes úton járnak. Ha viszont helytelenül cselekszik, arra kényszeríti az elemeket, hogy büntetésből ellene forduljanak. Tényleg hiszel benne, hogy az elemek büntetésből ellenünk fordulhatnak? Igen, gyermekem. Hiszek benne. Ezért kell minden tettünkről számot adnunk. És mindenben mértéket tartanunk. Mert az elemek segítsége nélkül az ember nem tud élni. Rihardis nővér. Holnap folytatjuk a munkát, Rihardis nővér. A reggeli ima után. Hozz egy kicsit az űrmösből. Kérlek. Állj föl, nővér. Megszegted a tisztasági fogadalmat? Hány alkalommal maradt ki a havi bajod? Már három. Minden más asszony örülne neki. De te megszegted a regulánkat. Nincs valami szer, amit bevehetnék. Klára nővérnek el kell hagynia a kolostort. Ne! Ne! Ne küldjetek el! Megbántam, nagyon megbántam! Hidd el, az én szívem is nehéz, mint a tiéd. Az egyetlen, amit tehetek érted, hogy hagylak önként elmenni. Ne. A nővérek semmit nem fognak megtudni. Ne. Ne küldj el! Kérem az Istent, hogy bocsásson meg neked. Ne! Ne küldj el, kérlek! Ne! Nem mehetek vissza a családomhoz! Találunk megoldást!
Külön kolostor kell. Külön kolostor? Itt már túl kevés a hely, nem férünk el. Honnan ez az eretnek gondolat? Az eleven fény egy látomásban megmutatta, hol építsük fel az új lakhelyünket. És hol lenne az? Ahol a Nae a Rajnába torkollik, a Rupert hegyen. De hát az Hildesheim gróf birtoka. Nem törhetünk be más birtokára. Akkor hogy akarod megszerezni a területet? Családi adományokból. Az adományokat ez a kolostor kapta. Igen, de jó részt azért, mert annak idején itt lakott Boldog Jutta nővér. És most én vagyok az, akit az emberek tisztelnek. Nem engedhetlek el titeket, védtelen hajadonokat. A nővérek itt is épp olyan védtelenek. Hogy érted ezt? A férfi lélek gyakran nehezebben tud ellenállni a hús csábításainak, mint a női. Fékezd a nyelvedet, Hildegard! A jelenlétünk nem segíti a testvéreket, hogy kordában tudják tartani a hús gerjedelmét. Ha itt valaki nem tudja kordában tartani a gerjedelmét, azok a nővérek, ők azok, akik a testvéreimet elcsábítják! Nem fordítva! A testvéred, akit szegény Clara elcsábított, még él, és nem fedi fel a kilétét. De Clara az életével fizetett. Remélem, hogy a jóisten a pokol legmélyebb bugyrába vetette. És mit kívánsz bűnös testvérednek? A mennyországot! Még ma írni fogok a káptalannak, és folyamodom érte, hogy kiközösítsenek téged. Én pedig holnap visszajövök. Fogadalmat tettünk, hogy nem hagyjuk el ezt a helyet, amíg meg nem halunk. Utána pedig itt, a mi temetőnkben pihenünk majd. Tudom, a tervem ellenkezik a szabályokkal. De felelős vagyok a nővérekért. Azokért is, akik a jövőben lépnek be hozzánk. Nem hiszem, hogy anyánk egyet értene. És én majd mellette akarok nyugodni. Most én vagyok az anyátok. Imádkozhatunk anyánk segítségéért, de cselekedni kettőnknek kell együtt. Készen állsz rá? Nem szegem meg a fogadalmat. Most először hagysz egyedül a harcban. Egyedül? Szólj a kis Rihárdisznak. Ő mindenhová követ. Utoljára mondom. Itt vettétek fel a fátylat, és itt is lesztek eltemetve. Minden más döntéssel megszegném feljebb valóm a Mainzi érsek utasításait. Az érsek fölött is áll egy nagyobb hatalom, és én tőle kapok parancsokat. Igen? Szerintem az ördög parancsol neked. Azt hiszed, Isten kiválasztottja vagy, pedig csak becsapott egy csalóka álomkép. Beszéltél Kuno apáttal? Atyám! Az apátnő megint beteg. Nem tud beszélni. Már így is épp eleget mondott. Nem ő főtisztelendő atya, hanem... Tudom, az eleven fény.
Már nem hiszel a látomásokban? Nem csak én szemlélem őket kritikusan. Sok jelentős egyházi személy gondolja, hogy Hildegard testvér szimulál. De te eddig mindig támogattad. Túl régóta akar rászedni. De atyám, félek, hogy meghal. Legyen meg Isten akarata. Imádkozzunk. Atyán, kezedbe ajánlom Hildegard testvér lelkét. Számára befejeződött az arándokút. Szabadítsd meg minden bűnétől, hogy megtérhessen az örök békébe. Nyisd meg számára a mennyet, ahol nincs több gyász, nincs több panasz, nincs több fájdalom, csak béke és öröm, fiaddal és a szent lélekkel együtt, mindörökké. Amen. Kígyófajzat. Henrik Mainzi érsek engedélyt adott nektek, hogy elhagyjátok a kolostort, és elköltözzetek az annyira óhajtott helyre. Véghez vitted, értünk? Isten segítsége nélkül nem sikerült volna. Szeretném, ha meggyuntatnál minket, mielőtt elhagyjuk ezt a helyet. Legyen tiszta a szívünk, amikor elmegyünk innen. Thank you.
kell, hogy legalább tető kerüljön a fejünk fölé. Az az időjárástól függ. Szeretném, ha minden munkahelyiségben folyóvíz lenne. Ó, szokatlan kívánság, és nem könnyű megvalósítani. A víz nem csak a testet tisztítja meg, hanem a léleknek is enyhülést ad. Ezt már a rómaiak is tudták. Vegyen egy kis erőfeszítést, építőmester. A Rajna túlpartjára kellett volna költözniük. Ott minden könnyebb lenne. Igen, de itt élt Szent Rupert. Itt nem leszünk úgy elvárva a világtól, mint az előző helyen. Itt van Bingen, a Rajna. Sokfelől érkeznek majd utazók, és elhozzák a tudásukat. Salernóból hallottam a hírt, hogy az arab orvoslás jóval a miénk előtt jár. De hát az arabok pogányok. Igen, de értenek a gyógyításhoz. Minket ez alól a robot alól. Saját kolostort akartunk, nővérek, most már nincs visszaút. Te akartál saját kolostort, Hildegard. Ott kellett hagynunk a helyet, ahol mindenünk megvolt. Csak mert nem jöttél ki a főtisztelendő atyával. Nem azért küldött hozzád a családom, hogy tönkre tegyem a kezemet. Óra et labora, imádkozz és dolgozz. Nem akarunk szalmazsákon aludni, mint az istálló fiúk. Eljön az idő, amikor megint minden könnyebb lesz. Vigyázzatok! Nem számolnak veletek a mennyben. Egyesek közületek rossz útra térnek, és idő előtt meghalnak. A szüleim szerint téged bolond szellemek vezérelnek! A látnoki képességeiddel a saját becsvágyadat szolgálod, nem a mi javunkat! Akkor megláttam az igazságot, hogy Mózes bánatát nekem is magamra kell vennem. Mert amikor ő Izrael fiait Egyiptomból a Vörös-tengeren át a pusztába vezette, azok zúgolódtak Isten ellen, és zaklatták Mózest. Isten így engedte meg, hogy engem is zaklassanak. Kedves a tanácsotokat kérem, mi legyen a nővérekkel, akik el akarnak hagyni minket, mert nincs ínyükre a munka. És úgy gondolják, jobbat érdemelnek, mint szükségben élni. Jutta a nővér? Hadd menjenek. Berta nővér? A nyakasságért büntetés jár, nem jutalom. Kapjanak büntetést. Gerhild nővér. Az alázat negyedik szabálya. Az apáca akkor is engedelmeskedik, amikor az nehéz és kellemetlen. Ha igazságtalanság történik vele, akkor is hallgat, és gyakorolja a türelme erényét. Kitart anélkül, hogy belefáradna, vagy megfutamodna, mert azt mondja az írás, aki végsőkig kitart, megmenekül.
Szerintem hagyjuk őket elmenni. Csak viszálykodást szítanak, és a végén mind gyűlölni fogjuk egymást. Akik viszont kitartanak, még közelebb kerülnek egymáshoz, és szeretetük legyőzi az ínséget. Azért jöttem, hogy elkérjem, ami megillett. És mi volna az? A földek, amiket nővéreim hozományként adtak a kolostornak. Mármint azok a nővérek, akik elhagytak, mert nem bírták ki melletted. Pontosan tudod, mely birtokokról beszélek. A terület felét átadjuk nektek. A másik fele nekünk kell a túléléshez. Ezzel mi is így vagyunk. Nekünk is kell a túléléshez. Isten akarata, hogy szolgáló leányai ne éhezzenek. Akkor fordulj von Stade őrgrófnőhöz, aki annyira nagyra tart. Vagy pártfogódhoz, a mainzi érsekhez. Csillapítsák az éhséged. Vigyen el az ördög! Az érsek megengedte, hogy nálatok szolgáljak prépostként. Ó, Fulmár testvér! A legjobb pillanatban. Nagyobb szükségem van rád, mint valaha. Hildegard nővérnek, a látnoknak, aki sok kiváló erénnyel büszkélkedhet, ezennel egy malmot ajándékozunk Bingen mellett, a hozzátartozó birtokkal együtt. Ez biztosítja kolostorod fennmaradását. Remélem, így ismét a látomások lejegyzésének szentelheted magad. Alig várjuk, hogy olvashassuk őket. A világnak közepén az ember áll, mert ő hatalmasabb, mint a világ többi teremtménye. Testében kicsi, de erejében és lelkében nagy. Ő mozgatja a felsőbb és alsóbb elemeket. Te is nagy vagy erőben és lélekben. És ahogy az ember szívét körbeveszi a teste, a testét ugyanúgy körbeveszi a lélek ereje. Mondhatok valamit, amivel talán felbosszantlak? Hogy is tudnál te felbosszantani?
Úgy szeretlek, hogy félek, előbb halsz meg, mint én. Persze, hogy előbb halok meg. Ez természetes. Nélküled nem tudok élni. Én is ezt mondtam anyámnak, Juttának, amikor ennyi idős voltam. Aztán meghalt. Én pedig továbbadtam nektek mindazt, amit tőle tanultam. És egyszer te is így fogod továbbadni mindazt, amit tőlem tanultál. Daljáték lesz. Vendégeink tiszteletére adjuk elő. Hamarosan ideérkezik Tengvich apátnő Andernachból. Mindegyikőtök egy erényt fog megtestesíteni. Richardis nővér, te leszel a lélek, aki enged az ördög csábításának. És ki lesz az ördög? Folmár testvér. Ő az egyetlen, aki nem mer énekelni. Nem fog örülni a dolognak. Hát, ha egyszer ő is szeretne ördög lenni. Figyelsz! Autunda velis! Tu amplexata! Esmi! Etegio foras! Eduxite! Sed nunc in reversione tua confundis me! Ego autem pugna mea deliciam te! Ego omnes vias meias malas esse cognovi et ideo fugia te modu autem. Ismered Szent Pál levelét Timóteushoz. Azt írja, az asszonyok tisztességesen, józanul és szemérmesen öltözködjenek. Ne arannyal, gyöngyel és drága ruhával ékesítsék magukat, hanem jó cselekedetekkel. Az egyik nem zárja ki a másikat. A nővérek fehér öltözete ez esetben egyértelműen arra utal, hogy ők Krisztus menyasszonyai. Szent Pál azt parancsolja az asszonyoknak, hogy fedjék el hajukat. A nővéreit szabadon hordják, így mindenki láthatja. Pál ezt férjes asszonyoknak mondja. Mi hajadonok paradicsomi egyszerűségben és ártatlanságban állunk itt. Isten szereti a szépséget. A paradicsomban nem volt semmi rút. Mi a földön élünk. A paradicsomot először újra ki kell érdemelnünk. Mindenképpen jelentést kell majd tennem erről, az újfajta életmódról. Rendben. Velünk vacsorázol? Nem.
Én böjtölök. 10 évi munka. Az első műved. Köszönöm. Köszönöm mindnyájatoknak. Köszönöm. 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 És akkor holnaptól tovább dolgozunk. Vannak férfiak, akik különösen nagy nemi erővel bírnak. A nemi készség, amely az ilyen férfiak ágyékában található, inkább tüzes, mint levegős természetű. Adatott neki 2 sátorforma képződmény, amelyek minden férfi erő forrását körbeveszik, megerősítik és szilárdan tartják, ahogy a kisebb védőbástyák állnak egy torony körül. Amint a férfi magja kikerült és a helyére hullott, az asszonyi vér felveszi azt a szerelmi vágy hevületének segítségével. Azonnal felszívja magába, mint ahogy egy lélegzetvétel beszippant valamit. Tehát így tud elkeveredni az asszonyi vér és a férfi magja. És mi lesz ennek a könyvnek a címe? Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum. Gondolom, már meggyőződtél róla, milyen jól használtuk fel a nagy lelkű adományodat. Igen, nagyon szép és átgondolt építmény. Remélem, már legyőztétek a kezdeti nehézségeket, és megtaláltátok a békét az új helyen. Nagy hálával tartozom neked. Nélküled Richard is sem állt volna olyan bátran mellém. Azért jöttem, hogy beszéljünk a lányomról. Csak dicsérni tudom Richardist. Mindenben erős támaszom, nagyon okos és alázatos. A szeretete és barátsága nélkül még nem lenne kész a könyvem. Bevallom, a lányodnak sikerült elérnie, hogy mélyen a szívembe zárjam. Nem volna szabad ezt mondanom, mert az a dolgom, hogy minden nővért egyformán szeressek. Tudom, hogy nagyon ragaszkodsz Richardishoz, és ő is hozzád, mégis... A bátyja Hartwig olyan hivatalt talált neki, amely elválasztja tőled. Amint te is tudod, Hartwig már néhány éve Bréma püspöke, és mostanra sikerült elintéznie, hogy a Bassumi kolostor nővérei Richardist válasszák apát nőjüknek. Nem tehetik meg a beleegyezésem nélkül. Azért jöttem, hogy a beleegyezésedet kérjem. Nem tudok lemondani Richardisról. Le kell mondanod róla, Hildegard! Soha! A családunk úgy gondolja, hogy Richardis eleget szolgált téged. Példát mutattál neki, hogyan kell egy ilyen fontos hivatalt szigorral és elnézéssel viselni. Hadd mutassa meg, hogy a nyomodba érhet. Nem bocsáthatom el innen. Ellentmond a regulának. A Mainzi püspök értesült róla, milyen fontos Hartwig számára Richardis megbízatása. És nagyra becsüli a fiamat. A lányod nem fogja elfogadni. Kérdezzük meg őt magát. Szeret engem. Olyan nagyon, mint én őt. Akkor hívasd. Édesanyád most közölte Hartwig bátyát kívánságát, hogy foglalj el egy apátnői hivatalt.
távol ettől a kolostortól, és távol a nővéreittől. Értem, anyám. Visszautasítod? Nem, anyám. De te ide tartozol. Hozzám tartozol. Hozzám. Nem a tulajdonod. Letetted a fogadalmat, hogy hű maradsz a kolostorunkhoz. Mármint a Dizzy Bodenbergi kolostorhoz, amit már elhagytatok a segítségemmel. Azt mondtad, szolgálsz, és szeretni fogsz, amíg meg nem halok. Segítettem az új kolostor alapításában, Hildegard nővér. Megkaptad, amit kértél tőlem. Most én szeretném megkapni tőled, amit kérek. Rihardis! Ígérd meg, hogy erős maradsz. Rihardis! Kérlek, mondd, hogy nem kell aggódnom. Mondd, hogy mellettem maradsz. Anyám kívánja, hogy elmenjek. Nem bánthatom meg. Ezért inkább engem bántasz. Bíztunk benne, hogy megérted. Értsen meg! Értsen meg a bátyád becsvágyát! Nem te számítasz neki! A hivataloddal csak a saját hatalmát erősíti! Neked én számítok? Tudom, hogy boldogtalan leszel, ha elmész innen, Rihardis. Nem biztos. Talán éppen olyan jó apátnő leszek, mint te, akihez elzarándokolnak, akiben bíznak. Szóval hírnévre vágysz? Te talán nem arra vágysz? Akkor miért a könyved? Miért a dalaid? A levelezéseid a világ hatalmasságaival? Ekkorát kell csalódnom a szeretetedben. Az én szeretetem irántad mindig tiszta és őszinte volt. A te szereteted viszont csupa önzés. Ha igazán szeretnél, örültél volna, hogy ilyen megbízást kapok. Te örülsz, hogy elhagysz engem? Igen. Örülök. Levél a Mainzi püspöktől. Ő eddig mindig mellettem állt. Tudatjuk veled, hogy szerzetesek érkeztek hozzánk, egy általunk ismert nemesi kolostor küldötteiként. Esdekelve kérik tőlünk, hogy azt a nővért, aki a te kolostorodban él, és akit nemrégiben apátnővé választottak, bocsássuk rendelkezésükre. Ennél fogva hivatali hatalmunkat latba vetve megparancsoljuk, igen, megparancsoljuk, hogy a nővért engedd át a küldöttségnek. Az indokainak Isten előtt nincs súlya. Ha nem teszed meg újra, és még nyomatékosabban parancsolni fogjuk, és addig nem állunk el ettől, amíg nem teljesíted óhajunkat. Nem teljesítem a parancsot. Von Stade grófnő két gyerekét már elvesztette. Csak Hartwig és Rihardis maradt neki. Légy megértő. Rihardis az én lányom! És én az ő lánya vagyok. Nem ismerek rád? A Szent Atyához fordulok.
Ő nem fogja tűrni, hogy Isten hű szolgálója így szenvedjen. Azért kell szenvedned, mert nem engedelmeskedtél a hangnak. Éppen a hang kívánta, hogy így szeresse Brihardist. Írtam anyádnak. Könyörögtem neki, hogy ne zúzza szét a lelkedet. Nem fog hallgatni rád. Számára ez már eldöntött dolog. Minden jóra fordul. Minden jóra fordul. Könyörögve kérlek, esdekelek. Ne szakítsd el tőlem a leányomat. Brihardis nővér gazdag nemesi családból származik. Helyes és illő, hogy apátnő legyen belőle. Isten tartsa meg elméd és lelked erejét. Addig a rövid ideig, amíg még élsz. Brihardis elutazott. Ezért jöttem. Köszönöm. Most velem együtt kell panaszkodniuk mindazoknak, akik olyan fájdalomtól szenvednek, mint én, akik Isten szeretete által olyan szeretetet érezhettek a szívükben egy ember iránt, amilyet én éreztem irántad. Egy ember iránt, akit hirtelen elszakítottak tőlünk, ahogy téged elszakítottak tőlem. Isten angyala kísérjen, Isten fia vigyázzon rád, és az ő anyja viselje gondodat. Gondolj szegény Hildegard anyádra, és boldogság kísérje utadat. Meg minden rosszért. Te csak jót tettél velem. Nélküled magányos gyermek maradtam volna. Ott leszel a mosdatásnál, ahogy anyánk halálakor. Ígérem, ott leszek. Nem kell félned. Nekem nincs láncövem. Hamarosan találkozni fogsz anyánkkal. Irigyellek érte. Az irigység csúf és gonosz dolog. Rút kezével mindent széttép, orbotlan lábával mindent széttapos, amit csak ér. A szeretet viszont a legnagyobb Isten adta erő.
azért kérettelek ide, mert hallottam látnoki képességeidről. Csak egy nyomorult teremtmény vagyok. Nincs sem egészségem, sem hatalmam, sem erőm, sem pedig tudásom. Isten erős a gyengékben. Gyere, ülj le! Ha megengeded, inkább állnék. Tehát mégsem vagy olyan gyenge. Hogyan láttál engem a látomásodban? Láttam egy embert egy magas hegy tetején. Benézett minden völgybe, hogy lássa, mit csinálnak ott. Egy botot tartott a kezében, és mindennel azt tette, amit kellett, és zöld lett, ami száraz volt, és felébredt, ami aludt. Amint bizonyára tudod, szombaton királlyá kentek fel, és megkoronáztak Áhenben. Tudni vágyom, mit tartogat számomra a jövő? Rómába szándékozol menni? Igen. Ott megkapod azt, amit kívánsz magadnak. Megkapom? A vágyad teljesülni fog. Vagyis a pápa császára koronáz. De vigyázz! Légy olyan harcos, aki szembeszáll az ördöggel. Hogy Isten mélybe ne taszítson, és birodalmadat ne érje szégyen. Biztos lehetsz benne, hogy követni fogom tanácsodat. Az országok sötétbe borultak azok ármányaitól, akik bűneikkel kioltják az igazság fényét. Győzd le őket az irgalmasság jogarával. Élj úgy, hogy a legnagyobb bíró színe előtt ne vádolhassanak azzal, hogy nem voltál méltó a hivatalodra. Szabadulj a mohóságtól. Válaszd a mértékletességet. Ezt várja tőled a legnagyobb király. Minden vállalkozásunkban a birodalom javáért fogunk fáradozni, ígérjük. Isten óvjon. Nyerd el az örök életet. Viszonoznom kell a fáradtságodat, főtisztelendő anya. Hallottam, hogy érdeklődsz a tudományok iránt. Udvaromban vendégeskedik Európa néhány kiváló tudósa. Megismertetnélek velük. Ezzel nagy örömet szereznél. Te pedig azzal szereznél örömet, ha játszanál velem. Ülj le, kérlek. Ezt a játékot nem tanuljuk a kolostorban. Megmutatom. A kordobai kalifának 400 000 kötetet felölelő könyvtára volt. El tudod képzelni? 400 000 kötet. Nálunk a legnagyobb könyvtárban 400 kézirat van. Mechtild nővér. A brémai Hartwig érsek kíván beszélni veled. Azért jöttem, hogy tudassam veled. Tudassam veletek. Hogy húgom, a ti nővéretek. Liardis meghalt? Kezdettől nem sokra tartotta a hivatalát. Nem sokkal a halála előtt, könnyek között, teljes szívéből kívánkozott vissza ide hozzád. Ezért kérlek, ha egyáltalán szabad még bármit is kérnem, szeresd őt, ahogyan ő szeretett téged. Ha valaha hiányzott neked, gondolj a könnyeire, amiket a kolostorod elhagyása miatt hullatott.
ha a halál nem akadályozta volna meg benne, visszajött volna hozzád. A világ csak annyit látott, hogy szép és okos. Isten többet. Eristem, sanctem, unctionem, indulgat tibi, quidquid deliquisti. Isten ismét a beteg ágyat jelölte ki számomra, és testemet olyan légszomjjal sújtotta, hogy ereimből a vér, húsomból a nedv, csontjaimból a velő kiszáradt, mintha a lelkemnek el kellett volna válnia a testemtől. De akkor nagy angyalsereget láttam, Szent Mihály seregét. Egyikük szólt hozzám. Ej, te sas, miért alszol még? Emelkedj, hiszen a nap szül téged. És akkor erős hangon kiáltott az egész sereg. Még nem fejezted be a művedet. Fel, emelkedj, és így áll. Hozzatok enni és inni. És mit mondtak az angyalok? Fel, még nem fejezted be a művedet. Végre megírom a könyvemet a természetgyógyító erejéről, és a betegségek okáról és gyógymódjáról, és... Ige hirdető útra megyek. Ige hirdető útra? Igen. Tudod, mit jelent ez? Tudom. Hallatlan, ugye? Én leszek az első nő. Megint ellened fognak fordulni? Én pedig a Leviták könyvét olvasom majd nekik. Azért elkísérsz. A király pedig megérintett akkor egy kis tollat, úgy, hogy az fölröppent. És egy erős fuvallat fönntartotta, hogy le ne hulljon. Magyar szöveg Fallinger Emőke. Hangmérnök és vágó Házi Sándor. Gyártásvezető Molnár Melinda. Szinkronrendező Somló Andrea Éva. Produkciós vezető Szép Erzsébet. A szinkront az HBO megbízásából az SDI Media Hungary készítette.
Sim.